Kertestvéremmel együtt nőttünk föl, Katival, és csodálatos gyermekkorunk volt. Soha nem éreztem magányosságot, azt sem tudtam, hogy mi az. Akkor éreztem először a magányt, amikor gimnáziumba kerültünk kollégiumba, és ezt próbáltak betölteni sajnos rossz módokon és rossz helyeken. Galéri kommunában hippi életmódot éltem, így voltak lerakva a matracok, és mindenkinek volt helye. Akinek éppen nem volt hol laknia, az oda jött lakni. Egyszer csak beálltott egy srác, akit Gábornak hívtak, éppen a rendőrök előbújkált. Egymásba szerettünk és összeköltöztünk, viszont önpusztító életünket tovább folytattuk, csak már együtt. Hiába kerültem egyre mélyebbre, mindig éreztem, hogy Isten figyel, és hogy fontos vagyok neki, és törődik velem, és ez egy kicsit zavart. És megpróbáltam valahogy, hogy erről ne vegyek tudomást, De belül mélyen mégis mindig tudtam, hogy ez így van. Egyik este, amikor feküdtem az ágyba, akkor egy ilyen hatalmas szégyenérzet fogott el. És olyan céltalan értelmetlenek találtam az életemet, hogy tényleg ennyi az életünk, hogy minden nap berúgunk. És amikor így ezekről gondolkodtam, Isten meglátogatott. És egy hatalmas békességet éreztem, és az volt benne talán a legerőteljesebb, hogy éreztem, hogy Isten nem vádol. Előhaláztam a Bibliámat, és elkezdtem olvasni, és akkor jött be Gábor a szobába, és kérdezte, hogy mit csinálsz, és leült mennem, és együtt olvastuk tovább, és egyszerűen életre kelt a Biblia, és egy nagyon klassz dolog történt velünk, hogy mi együtt tudtunk megtérni abba a kis szobába. Gábor így fogalmazott, hogy Jézus volt a legjobb hippi, de legjobban azt tetszett, ahogy megértettük, hogy Jézus mit tett értünk, hogy felmentést adott, és az összes bűnünket magára vette. Össze is házasodtunk. Gábor 17 éves volt, én meg 19. Ezután nem sokkal csatlakoztunk egy budapesti gyülekezethez, és kaptunk egy meghívást Szerbiában, hogy ott gyülekezetet plantáljunk. A teljes biztos megélhetésünket feladtuk. Elindultunk, és kiálltunk a focipályára, egy szál gitárral. Elmondtuk azt, hogy mit tett velünk Isten, hogy változtatta meg az életünket. És az emberek jöttek, és nekik is elkezdett megváltozni az életük. Kábítószeresek, teljesen tiszták, olyanok, akik 22 éve heroin szúrtak magukba. Nagyon mélyről jövő striptease táncos nő, tömeggyilkos, tehát hogy a jugoszláv háborúban nagyon megsérült emberek megtértek, és megváltozott az életük is, és közben Isten nagyon megáldott minket, mert 11 gyermeket adott, és ezért én nagyon gazdagnak érzem magam. És azt is el kell mondjam, hogy sokszor volt az, hogy nem értettem Istent, és nem értettem, hogy miért enged meg. A hetedik gyermekünk meghalt, és olyan érdekes, mert mielőtt ez megtörtént, pont előzőleg pár hónappal írtam be Bibliámba, hogy szeretlek Istenem, akkor is, ha nem értelek. És mikor megtörtént ez a tragédia az életünkben, amire amúgy senki nem számított, tehát nem voltunk erre felkészülve, mert egy egészséges gyermekről van szó, akkor, hogy kinyitottam egy Bibliámat, ráesett erre a mondatra a szemem, hogy szeretlek Istenem akkor is, ha nem értelek, és az a csodálatos, hogy az egész életünk ebben a nagy mozaikban, amit Isten gyönyörűen eltervez, beleillik. Tehát teljes biztonságban van az életünk, mert semmit nem enged meg olyat, ami
ami ne lenne a javunkra, és nagyon-nagyon tetszik Istenben az, hogy a lehető legrosszabbból ki tudja hozni a lehető legjobban. És hát meggyőződéssel mondhatom, hogy Muzslai Erdelka felment.